Hello, sziasztok, és szép napot kívánok mindenkinek. Mai nagyszerű témánk, indíts be az életed. Hát a nagyszerű kérdés az, hogy mire vársz? Mikor fogod beindítani az életed, vagy mit hittél arról, hogy az életed az már megy, és mi az, hogyha élek, akkor nem megy az életem? Hogy is van ez? Tehát az igazi kérdés az, hogy úgymond robotüzemmódban vagy zombi üzemmódban működünk-e a hétköznapokban, vagy mennyire vagyunk jelen az életünkben. És hogyha már tanultunk ezer és egy eszközt, akkor hajlandóak vagyunk-e használni ezeket az eszközöket, vagy pedig elhittük, hogy az eszközök azok majd működnek maguktól, és hát erre nincs is szükség. Tehát, illetve másik kérdés, hogy használd-e az eszközöket, éled-e az eszközöket, és mi van az eszközökön túl? Tehát rengetegen járunk ide-oda kurzusokra, nagyszerű kurzusokra, élvezzük is a kurzusokat, de mi történik a kurzus után? Tehát jó dolog, tényleg hasznos részt venni a kurzuson, de valójában az a változás, ami történik a kurzuson, azt magaddal tudod-e vinni a hétköznapjaidba, az életed minden területére, és nem is arról van szó, hogy talán nem jegyzed meg az eszközöket, vagy nem tudod, hogy kell használni. A nagyobb kérdés talán az, hogy tényleg használjuk-e az eszközöket, ha már megtanultuk, és egy kurzus után mennyi olyan dolog van, ami úgymond visszatart minket, még a régi életünkben. És minden régi élet egyébként, az egy perccel ezelőtti is a régi élet, tehát mindenhol, ahol azzal vagy, abból az energiából vagy, ahol tegnap voltál, meg tegnap előtt, meg 5 évvel ezelőtt, meg 10 évvel ezelőtt, mindenhol, ahol egy ilyen jogfolytonságot hoztunk létre, hogy kik voltunk a múltban, és kik, mi az, amit tettünk, hogy azok lehessünk, amiként szeretnénk, hogy mások lássanak minket. És mindaddig, amíg abból funkcionálunk, hogy hát múlt héten én ezt mondtam, és ezt hiszik rólam az emberek, és azt látták rólam, hogy én ilyen vagyok, és olyan vagyok, és mindaddig, amíg ezt szeretnénk fenntartani, és ehhez kötődünk, addig igazából nem sok lehetőséged van arra, hogy valami mást teremtsél, vagy túlteremtsed azt. Tehát választod-e azt, hogy mindegy, hogy ki voltál a múltban, vagy mit gondolnak rólad az emberek, mit gondolnak rólad a barátaid, mit gondolnak az ismerőseid, a rokonaid, akár a szüleid és testvéreid, vagy akár a párod és a gyerekeid, hogy teljesen mindegy, hogy mit szoktak meg veled kapcsolatban, és hogy eddig te hogy viselkedtél, és mi volt számodra fontos, vagy mi volt az, amit hangzatosan kijelentettél magadról, hogy na már pedig ez így és így van, és így lesz, és ezt tartom fontosnak. Tehát mi van, hogyha nem kell kötődni ahhoz, és nem kell ragaszkodni ahhoz, hogy kik voltunk a múltban, és mi van, hogyha nem kell tartani attól, hogyha másként leszünk jelen, majd akkor talán nem fognak szeretni, vagy el fognak ítélni, vagy azt fogják mondani, hogy köpönyegforgató vagy. Igazából mit számít ez? Lehetsz-e köpönyegforgató, hogyha arról van szó, hogy meg szeretnéd teremteni az életedet. Tehát, hogyha egy bizonyos irányból álltál hozzá az életedhez, álltál hozzá a munkához, a pénzhez, a vállalkozásodhoz, megváltoztathatod-e ezt? Feladhatod-e a régi mintákat? Szabad-e neked feladnod ezeket a régi mintákat? És ahhoz tényleg, hogy beindítsad az életedet, és most térünk rá erre, hogy mi az, hogy beindítani az életedet, hogy igazából egy olyan életet élünk, amit mindaz a velünk megtörtént dolgok energiája, úgymond vetít előre, tehát bármi történt veled, valaminek az áldozata voltál, balesetet szenvedtél el, megbuktál az iskolában, vagy kibuktál az iskolából, vagy kirúgtak a munkahelyedről, megszűnt az állásod, elvesztette a lakásod, elvitte a bank, mit tudom én mi. Tehát mennyi ilyen múltbeli történet van, amit úgymond visszasírunk, és folyamatosan emlegetünk. És talán az a legnagyobb kérdés, hogy meddig kell ezt még emlegetni, hiszen mindaddig, amíg ezeket az energiákat fenntartjuk, és visszagondolunk rájuk, addig ez lesz az az energia, amiből teremtjük a jövőnket. Tehát, hogy kell-e, hogy az összes múltbéli dolognak az ilyen viszonyítási pontjait magunkkal hurcoljuk és fenntartsuk. És pont erről lenne szó, hogy ahhoz, hogy elkezdjük teremteni az életünket, és elkezdjük teremteni azokat a dolgokat,
amikre vágyunk az életünkben, mindennapjainkban, éppen arról lenne szó, hogy mindezt, ami múlt, ami már nem szolgál, és már akkor sem szolgált, amikor megtörtént, mindezt hagyjuk ott lenni a múltban. Mi van, hogyha nem tesszük a továbbiakban fontossá, hogy kinek születtél, milyen családban nőttél föl, hol laktál, vagy akár, hogy most hol laksz, hogyha mindezek nem fontosak, tehát nincsen az az energia mellé téve. Tehát nem azt jelenti, hogy elfelejtem a lakcímet, a holnapi naptól kezdve meg elfelejtem az autóm rendszámát, és már nem is megyek autóval, hanem gyalogolok a munkahelyemre. Tehát nem egy felejtésről van szó, hanem továbbra is emlékezünk mind arra, ami eddig történt. De emlékek között különbséget tesz az, hogy mi milyen energiát rendelünk mellé. Rendelsz-e mellé valamilyen energiát, ami azt jelenti, hogy hú, ez mennyire szörnyű volt, mennyire súlyos volt, de nem tetszett, vagy milyen rosszul esett, mennyire fáj még mai napig is, hogy ez történt velem, vagy pedig azt mondod, hogy igen, emlékszem, hogy ez történt, jó, ez a múlt, tehát már nincsen rajta semmi nehézség, semmi energia, semmi fontosság, semmi kötődés és ragaszkodás a múltodhoz, tehát úgymond az agyadban, mint egy ilyen tároló helyen, ez megfér a merev lemezeden, és nem arról van szó természetesen, hogy ezt a szőnyeg alá söpörjük, hanem tudsz róla, viszont azt is tudod, hogy valami teljesen más szeretni, ami ettől független. Nem számít, hogy mi történt velem a múltban, vagy teljesen más szeretnék teremteni, nem ezt szeretném újra teremteni, hanem szeretném azt, hogy jól működjön az üzletem, szeretném azt, hogy egy olyan baráti társaság vegyen körül, vagy nem kell, hogy ez egy fix társaság legyen, hanem mindig megtaláljam azokat az embereket, akik vidámak, akik hozzáadnak az életemhez, akik emelnek engem. Tehát mi minden lehetséges a hétköznapjaimban, és mi minden tehetek, ami hozzájárulás ehhez? Mi az, amit nem engedtem meg magamnak, és mik azok a dolgok, amiket halogatok továbbra is? Halogatom azért, mert várok valamire. Mit tudom, majd, hogyha megkapom a, nem tudom, kitől a tartozását, akkor majd fogom ezt csinálni. Majd, hogyha sikerült eladni a lakást, akkor fogom ezt csinálni. Majd, hogyha eladtam az autómat, majd akkor ez lesz, meg az lesz. Tehát mi, hogyha nem kell várni ilyenekre, vagy nem kell várni arra, hogy tehát mennyi olyan dolog van, amit mi a fejünkben döntöttünk el, hogyha valami majd beteljesül, akkor kezdhetem el teremteni ezt. Tehát válaszod el azt, hogy éber vagy arra, hogy mennyi életterületen teszed ezeket a viszonyítási pontokat, ezeket a hiedelmeket, ezeket a feltételes rendszereket fontossá, ami megállít abban, hogy azt teremtsed tényleg, amire igazán vágysz. És fontos lenne eljutni odáig, hogy mi az, amire igazán vágysz. És hidd el, hogy nem szükséges, hogy ezt ma tökéletesen tudjad. Éppen elég, hogyha van egy elképzelésed. És a vicc az, hogyha ma megkérdeznék, hogy mi az, amire igazán vágysz, lehet, hogy mondanál egy dolgot, és mivel, hogy ezzel elkezdesz jelen lenni, holnapra egyre inkább tisztábban kezd összeállni benned a kép, hogy mi is ez, amit te szeretnél. Tehát igazából, hogyha megtalálod az energiáját, nem biztos, hogy elsőre azt szavakba tudod önteni. És lehet, hogy azt fogják mondani, hogy hát nem jól fejezted ki magad, hát ezt nem így kell mondani, hát nem ezek a megfelelő szavak rá, és mit számít igazából, hogy milyen szót használtál, igazából mi az, ami az energia mögötte számodra. És időbe telik, de mit számít, hogy mennyi időbe telik, hogy számodra ez kristályosodjon, hiszen ez a te életed, és választod-e azt, hogy haladsz az életedben, és nem engeded, hogy mindezek az energiák, amik a te múltad, mind ezek úgymond tehát előre mutassák, hogy te neked merre kell menned. Egy érdekes hasonlat jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy ez kicsit olyan, mintha mindezek a dolgok, amik veled történtek, ezek lennének maga egy vasút és a mozdony, és te csak egy szerencsétlen utasként ülsz benne, és nem tudsz hova menni, és neked csak nézned kell kifelé az ablakon, és az életed vonata így visz a valahova, és nem feltétlenül az a cél, ahova te szeretnél jutni, lehet, hogy egy kicsit kellemetlen célirány ez számodra. És mindaddig, ameddig egy ilyen zombi üzemmódban vagyunk, vagy egy ilyen robot üzemmódban, ahol ezek a dolgok visznek minket előre, és úgymond nem vagyunk jelen, és nem is teszünk semmit,
addig nem tudod teremteni, amire igazán vágysz, nem tudod beindítani azt az életet, ami a te életed. És nincs olyan, hogy jó élet meg rossz élet, olyan van persze, hogy ezt választod, hogy mennyire vagy jelen benne, és persze mondhatjuk ezt, hogy hát ha már ez történik, nyilván választod, mert az is egy választás, hogy nem teszel semmit, az is egy választás, hogy elfogadod, hogy a múltad irányítja a te életedet, hogy az, hogy te bántalmazva voltál, vagy hogy elváltak tőled, vagy elhagytak, vagy a munkahelyedről kidobtak, tehát persze, választhatod ezt, de tényleg ezt szeretnéd? Valóban ez az, amire igazán vágysz, vagy valami teljesen másra vágysz? Mert hogyha valami teljesen másra vágysz, akkor bizony választhatod azt is, és nem kell, hogy ez bármilyen feltételtől függjön, nem kell január 1-ig várni egy ilyen választással, hanem már ma, ebben a pillanatban is. Nem kell lefeküdnöd, és megvárni, amíg reggel lesz, és majd holnap reggeltől egy más ember leszek, és máshogy fogok cselekedni, és máshogy fogok működni az üzletemben, hanem ezt már most ebben a pillanatban eldöntheted, és elkezdhetsz abból az energiából működni, amit szeretnél, hogy megvalósuljon a jövődben, amit téged körülvegyen. Tehát, hogyha jelen vagy mindezekkel, és fölteszed magadnak a kérdést, hogy mennyi területen halogatok, és mi az, amit halogatok, és igazából most van-e itt ennek az ideje, és ha elkezdeném, akkor mire lenne szükség? És választom, hogy ebben az energiában vagyok, és nagyon érdekes, hogyha elkezded ezt választani, úgymond mondják így, hogy belelépsz az energiájába, és ezerféleképpen fogalmazhatnánk, de azt hiszem tiszta mindenki számára, hogy engedhet, hogy ez az energia, amit szeretnél a jövőben legyen, ez elkezd kiteljesedni benned, kiterjeszteni az egész testet, az egész lényedet, mindenhol téged körülvenni, és akkor hova kezd el téged vinni? Mi az a jövő, és mi az a valóság, ami elkezd megvalósulni? És kell ezen most logikusan gondolkozni, mit kell ehhez tenned? Érdekes, nem kell semmit gondolkoznod ezen, hanem engedd meg, hogy ez az energia jelen legyen, és hasson benned. És ahogy az elkezd hatni, elkezdenek megjelenni számodra a lehetőségek, elkezdenek olyan gondolatok támadni benned, amikkel tovább tudsz menni. Elkezd ez az energia sarkalni téged. És nem arról van szó, hogy egy külső valami sarkal téged, hanem arról, hogy te már választottál, éppen azért választottál, mert ebbe szeretnél belelépni, ezt szeretnéd, hogy a valóságod legyen, és ahogy ezt választod, és jelen vagy vele nap, mint nap, úgy ez elkezd megvalósulni azáltal, hogy te elkezded érzékelni, és mint egy ilyen kvantum összefonódás által kezdenek a lehetőségek, az emberek megjelenni az életedben, akik segítenek, hogy ebbe az irányba menjél tovább, és ezeket meg tudjad valósítani. Tehát, hogyha nem teszük fontossá és komolyá, és nem akarjuk logikus agyunkkal ezt megérteni, akkor mi minden lehetséges számunkra, hogyha ezt engedjük, hogy ez a mi valóságunk legyen, amit szeretnénk életet élni. Tehát persze van egy ilyen kérdés, hogy bátor vagy ehhez. Talán bátorságról van szó, vagy nem is a bátorságról van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy félünk ettől, de lehet, hogy nem is a félelemtől van szó, nem arról van szó, hogy félnél, vagy rettegnél attól, hogy boldog és sikeres, és tényleg tehetőssé váljál, vagy mindent meg tudjál valósítani, hanem lehet, hogy információhiányod van, vagy nem tudod még, hogy kell csinálni. Ez egy jó része, mert nem kell tudni, hogy kell csinálni. Még egyszer, ahogy belelépsz, és ahogy elkezded választani, azt kezdi megmutatni számodra, akkor kezded te magad megérteni, te magad kezded tudni. Ez nagyon érdekes, ahogy választod, és ahogy jelen vagy vele, te magad kezded el tudni. Te belőled fog fakadni, hogy mit kell ehhez csinálni. És még egyszer, nem egy külső dolog van, hanem te választod ezt, te nevezed meg ezt az energiát, te vagy az, aki ezzel elkezd együtt élni. Tehát igazából mire vársz? Hiszen tudnod, nem kell, okosnak nem kell lenni ehhez, csak engedni magadat, hogy ezt az energiát, ezt magadénak tudd, ezt vállald azt, hogy ez a te energiád, és belelépsz, és haladsz ezzel az energiával, és együtt cselekszel ezzel az energiával, ami igazából te választásod. Úgyhogy mikor kezded el? Mikor kezded el élni azt az életet? Mikor kezded el teremteni azt az életet? Akár megteheted már most, hogy felhozod magadban ezt az energiát, és engeded, hogy ez elkezdje kitölteni az egész testedet, és az egész minőségedet, mindazt, aki te vagy, mint végtelen lény, és engeded, hogy ez láthatóvá váljon, ez
lehessen hatással a te tetteidre, hatással lehessen a környezetedre, az egész világra, mind arra, amiben te jelen vagy, mind arra, amire szükség van, hogy változzon ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Úgyhogy, hogyha itt a pillanat, és mi másra kéne várni, és hogyha valaki áldomásra vagy engedélyre vár, akkor talán kérjük meg most ezt így közösen, ezt az engedélyt, és elhihetett, hogy erre nem kell sokat várni, hiszen az engedélyt igazából önmagunktól kérjük, mert mi vagyunk azok, akik fontossá tesszük, hogy valakinek az engedélyére kell várni, és valószínűleg ő személyesen sem fogja azt mondani, hogy most engedélyt kaptál, de hát miért is mondaná, hiszen te döntötted el, hogy ő lesz az, aki engedélyt ad. Úgyhogy ha mindezeket az engedélyeket elengedjük, meg a fontosságát, hogy valakinek engednie kell neked, hogy te élhessd az életedet és teremthessd az életedet, akkor mi minden lesz számodra elérhető, és mi az a világ, ami meg tud mutatkozni, és ki tud nyílni előtted, amit ma még el sem tudsz képzelni. De jó is ez így, mert nem is kell tudni elképzelni, mert annál nagyobb élmény, és minden, amit ez felhoz, potpok. Úgyhogy mi minden lehetséges most, és választod a teljes könnyedséget az egész életedben, és minden ilyen teremtéssel kapcsolatban. Mi van, hogyha jelen lenni ezzel az energiával, ezzel a minőséggel, amit te vágysz, az egyáltalán nem egy nagy kunszt, nem egy nagy szám, nem kell nagyon törnöd magad, de mégis azért választanod kell, tehát választod-e ezt. Úgyhogy csodálatos hétvége elé nézünk, már péntek délután van, de legyen bármennyi is az idő, és bármennyi is az időjárás, nem hinném, hogy ennek vissza kéne tartani a bármiben is bárkit is. Akár esőben is ki lehet menni futni, és lehet elkezdeni megteremteni azt az új energiát, és azt az új életet, amire vágysz. Úgyhogy hajrá, teremtésre fel! Ki mit választ? Szabad-e, hogy jöjjön az az új élet? Szabad-e, hogy megmutatkozzon? És tényleg kiteljesedjen, és mind anyagilag, mind egészségileg, mind kapcsolataidban mindez megjelenjen. Tehát milyen lenne az, hogyha tényleg mindezeken a területeken, és azokon a területeken, amiket eddig nem is említettünk, ez megvalósulna, megmutatkozna számodra, és elkezdene valóban a részeddé válni. Úgyhogy most engeded, és most választod, és éled, hogy ez terjeszkedjen, hogy ez megtegye azt a hatást, megtegye azt a változtatást, amikre itt szükség van, hogy hadd menjen mindaz, ami eddig az életed része volt, de már nem szolgál, illetve hadd jöjjön be, hadd térjen be hozzád mindaz, amire viszont szükség van mindennek a megvalósításához. És minden, mi van, hogyha mindez most megtörténhet, és folyamatosan mindig történhet akkor, amikor annak történnie kell. És még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy veled most valami megtörténik, hanem ezt te választod. És mi van, hogyha nem kell attól tartanod, hogy jaj, de mi van, hogyha valami rossz történik. Nem azt mondom, hogy minden pofont te választasz, de mi van, ha nem kell pofonnak jönnie ahhoz, hogy valami nagyszerű történjen veled, hogy teljesen elkezdjen változni az életed. Úgyhogy hajrá! És egyébként szeretnék mindenkit meghívni, hogy elkezdtünk egy ilyen sorozatot, mint Indítsd be az életed, és különböző helyszíneken, élőben, illetve online lesz elérhető, és várok mindenkit szeretettel, dolgozni a testtel, az energiákkal, az érintéssel, a szexualitással, az üzlettel, a mindennel, ami a tudatosság, és minden, ami hozzájárulás tud lenni az életedhez, és olyan eszközökkel, amiket tudtok használni, és mi van, hogyha ezt még a gyakorlatban is tudjuk ültetni ezeken a találkozásokon és összejöveteleken. Úgyhogy nagy szeretettel várok mindenkit, akinek van kedve, és hajrá, mintha még nem mondtam volna, de most újult erővel, teremtésre fel. Köszönöm, hogy itt voltatok, és további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!